Ez a reality műsorokból már ismert piszkos munkák egyike. A texasi Lamarckban élő Kenny Louven ezzel keresi mindennapi kenyerét. Megyünk, és az éttermek zsírfogóit kitisztítjuk. Ezeknek az űrtartalma lehet 100 litertől kezdve egészen 10 000 liter is. Lepuszoljuk a falait is, szóval kitakarítjuk, amennyire csak lehet. 2018 márciusában Kenny megpróbált felemelni egy több mint 45 kilós csatornafedelet, amelynek a fogantyúja eltört, így a férfi egy lapát segítségével próbálta megemelni. Próbáltam gyorsan becsúsztatni a kezem a fedő alá, de valami miatt a lapát kicsúszott a helyéről, és a fedő odacsípte az ujjamat a csatorna szájához. Tekintettel arra, hogy milyen nehéz egy ilyen fedő, éreztem, hogy nagy bajban vagyok. Ennek nem lesz jó vége. Bár Kenny ujjai nem zúzódtak össze, de a jobb keze beszorult, és mivel segélykiáltásait az autó zaja elnyomta, Kenny azt tette, amit tennie kellett. Minden erőmet összeszedve kirántottam a kezemet a fedél alól, és ekkor valószínűleg meghúzódtak az inszalagjaim. Másnap reggelre a fájdalom felerősödött Kenny kezében és karjában. Már nem volt erőm, hogy megtartsam a tömlőt. Folyamatosan fájt a karom, így mindkét kezemet használnom kellett a kiegyensúlyozáshoz. Hónapokig szedett vén nélküli fájdalomcsillapítókat, de még így is kihívás volt számára, hogy felkapaszkodjon az autóra. A jobb kezeddel tartod magad, még egy lendülettel beülsz a járműbe, mintha egy kötélpályán lennél. De a sérülésem miatt ez már egyáltalán nem volt könnyű. A munkámat is lassította, és minden küzdelemmé vált. Még otthon is a munkák. Nehézséget jelentett minden. 4 hónappal a sérülése után feleségével együtt nézték a 700-as klubot. Mikor Gordon imádkozott, e szavakkal kezdte. Valakinek a jobb kezével van problémája, fájdalmai vannak, a szalagjai húzódnak, és csomók vannak benne. De Isten mindenható, és feloldja ezeket, megújítja az inszallagokat. Csak nyújtsa ki előre a kezét teljesen, és elmúlik a fájdalom. Kinyújtottam a karomat, és már maga ez a mozdulat fájdalommal kellett volna, hogy járjon. De egyáltalán nem volt fájdalom. Teljesen le voltam nyűgözve. Őszintén mondom, hogy azóta nincsenek fájdalmaim, és közelebb kerültem Istenhez. Az ő szeretetét fel se tudjuk fogni. És Isten számomra ezzel újra kijelentette, hogy itt vagyok, meghallgatom az imádat, és szeretlek.